Így néz ki az a kullancsfajta, amit nem régen hazánkban is találtak. Ez a faj délről származik, és egy emberre veszélyes vírus terjeszt. Ezek nyomulnak éjszakra, és ahogy egyre jobb idő van neki, egyre enyhébb telek, egyre jobban meg tud majd maradni. Miért probléma, ha megmarad, és így jövünk mi képbe? Ugyanis ő a hordozója az úgynevezett krimi-kongói vérzéses láznak. Törökországot már letarolt ez a vírus, pontosan ugyanez volt a forgatókönyv. Megjelent ez a hialóma nevű kullancs, és néhány évre rá bizony megjelent a betegség is, és már endémiás ez a betegség, tehát évről évre emberi esetek vannak. Vas megyében a kutyáján találta meg ezt a fajt egy biológus hallgató, aki rögtön tudta, hogy milyen veszélyt jelez. Kemenesi Gábor azt mondja, most az a legfontosabb, hogy ha valaki ilyen kullancsot talál, küldje be a fotóját egy erre a célra létrehozott oldalra. Itt majd a veszélyes rész, amikor tényleg nagyon kell figyelni, az akkor jön, amikor meg is telepedik ez a kullancs, és nagyon jól érzi majd magát. Most pedig pont az a rész van, amikor nagyon fontosak az ilyen interjúk, hogy elmondjuk a nézőknek, hogy küldjük be a kullancsokat a kullancsfigyelő oldalra, hogy időben észrevegyük itthon, amikor megjelenik tartósan ez a kullancs. Mert fertőzni akkor fog, ha nagyobb számban megtelepszik, ezért nyomon kell követni a terjeszkedését. Ez a szakember szerint még 10-20 év. A krími kongói vérzéses lázat okozó vírus akár 2 hét alatt végezhet az emberrel. A fertőzöttek között 10-20%-os a halálozási arány.